Hello, sziasztok, és fantasztikusan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám, pénteki napot kívánok mindenkinek, üdvözlettel Frici, Tihanyból. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ahogy láthatjátok ezen a felvételen, én még mindig itt vagyok Tihanyban, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb sétálós videó lesz tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb sétálós videóban. És itt előttünk konkrétan a Tihanyi belső tó látható, tehát ez itt maga a Tihanyi belső tó, ami itt látható, és az mögött természetesen Tihany látható, maga a település. Hát lányok és fiúk, így néz ki a közvetlen környezet. Jó alaposan megmutatom néktek. Íme. Tehát így néz ki a közvetlen környezet, lányok és fiúk. Konkrétan. Hát eléggé látványos, mit nem mondjak, mert tényleg baromi látványos. És ahogy mondottam ugye az előzőjekben, ugye itt látható konkrétan ugye a belső tó, mert ez itt maga a belső tó, és az mögött pedig konkrétan a maga a Tihany látható, tehát ott szembe pedig Tihany látható, és az a domb, ami ott a Tihany mellett van, vagyis a belső tó túloldalán, az pedig ott a akasztó domb, ami ott a háttérbe látszik tulajdonképpen, és ez pedig itt, ahogy mondottam az előzőjekben, ez pedig a belső tó. És ugye így néz ki a közvetlen környezet, hát íme, így néz ki, eléggé baromi jól néz ki. Hát a szélzai elnézést és bocsánatot kérek. Itt egy kutyus. Na, jányok és fiúk, akkor így néz ki a közvetlen környezet. Hát én konkrétan az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem. Tehát az ezt megelőző videóban abból az irányból jöttem. Arrafelé is el lehet jutni Tihanyba. Mert arrafelé is el lehet jutni Tihanyba természetesen. Magába a faluba. És így néz ki a környezet tulajdonképpen. Hát ott a háttérben azokat nem tudom milyen dombok ott a háttérben, tehát arról túl sok mindent nem tudok, de viszont amit tudok, ott a távolban, ami látható, hogy kúp, tehát az a csúcs, ami ott van a háttérben, az a csúcshegy, ami egyébként Tihanynak a legmagasabb pontja, az ott ugye a Nyerekhegy, tehát az ott a Nyerekhegy, ami ott látható, ha egy kicsit tovább fordulok, ott szembe, az pedig az Apáthegy, és annak a tetején van az őrtorony kilátó. És mi majd a továbbiabban, tulajdonképpen abba az irányba fogunk haladni, tehát mi majd a továbbiabban arra felé fogunk haladni, tehát arra felé fogom folytatni az én kis sétámat, miután jó alaposan megmutattam néktek, hogy hogy is néz ki a közvetlen környezet. Hát íme, így néz ki a közvetlen környezet. Tihany egyébként bámulatos, tehát bámulatos Tihany, tehát erre akárki mit mond, ez egy csoda, ami itt van Tihany, maga, ő maga a csoda, Tihany. Hát lányok és fiúk, így néz ki a közvetlen környezet. És akkor haladunk is tovább ebben a sétával tulajdonképpen, itt a Tihanyi félszigeten, és akkor mi a továbbiabban haladunk arra felé. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen. És akkor én már folytatom is tovább a sétámat, itt a Tihanyi félszigeten, lányok és fiúk, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát haladok tovább tulajdonképpen, tehát folytatom tovább az én kis sétámat, mert még ugye egyelőre ebben a videóban még nem lesz vége ennek a sétának, de majd valamelyik következő videóban már nyilván be fogom fejezni, hiszen azért már 3 napja visszajárok ide Tihanyba, mert ez a héten már a 3. nap, hogy én itt vagyok Tihanyban tulajdonképpen. Ezt mind annak köszönhetem, hogy ugye ezen a héten végig szabadságon voltam, tehát ezen a héten végig szabadságon voltam, és ezért tudtam eljönni ide Tihanyba 3-szor is ezen a héten,
Először ugye kedden voltam itt, aztán csütörtökön voltam itt, és a mai napon vagyok itt, pénteken. Pontos idődátum ugye folyamatosan a kijelző aljában látható. És akkor haladunk is tovább ebben a sétával, itt a Tihanyi félszigeten. Tartsatok velem Fricivel ebben az újabb sétálós videóban is. Köszönöm szépen! És akkor én már folytatom is tovább a én kis sétámat itt a Tihanyi félszigeten, lányok és fiúk, tehát haladok tovább magyarán, hiszen az én kis sétám még egyelőre nem ért véget, de majd szerintem lassacskán majd le fogom zárni ezt a sztorit, ezt a sétát, majd valamelyik következő videóban, hogy melyikben azt még nem tudom, ezt majd el fogom dönteni a későbbiekben. És akkor szépen haladok is tovább ebből a szép kis sétával itt a Tihanyi félszigeten. És akkor mutatok nektek némi panorámát is, hogy ne csak a süket dumámat hallgassátok. Én majd a továbbiabban arrafelé fogok haladni, de ahogy mondottam, mutatok nektek némi panorámát is. Hát íme, lányok és fiúk, íme. A látvány magáé beszél. Itt a háttérben ugye a Tihanyi belső tó látható. Tehát ez itt ugye a Tihanyi belső tó, ami itt látható a háttérben. És így néz ki a közvetlen környezet. Az a hegy, nem tudom milyen hegy ottan. Tehát azt nem tudom, hogy az milyen hegy ott arra felé. Azt úgy nem tudom nektek megmondani, hogy az ott milyen hegy. De viszont azt tudom, hogy az aranyház az arra felé van. Tehát arra felé van az aranyház, azt viszont tudom. Na, jányok és fiúk, én abból az irányból jöttem, tehát én konkrétan abból az irányból jöttem, így hát a továbbiabban nem arra felé fogok haladni, hanem szépen fordulok egy 180 fokot, közben megmutatom nektek a panorámát, íme, ami így néz ki. Ott a háttérben ugye látható, ott a csúcshegy látható a háttérben, tehát az ott a csúcshegy, az ott a Nyereghegy, az ott a Nyereghegy, az pedig ott az Apáthegy, és annak a tetején van az Őrtorony kilátó. És akkor haladunk is tovább ebből a sétával arra felé. Nos, lányok és fiúk, én már folytatom is tovább az én kis sétámat itt a Tihanyi félszigeten. Ha gondoljátok, tartsatok velem a továbbiabban is. Köszönöm szépen! És akkor szépen haladunk tovább. Itt a Tihanyi félszigeten, lányok és fiúk, tisztelt hölgyeim és uraim. És folytatom tovább a sétámat. Itt a Tihanyi félszigeten természetesen még mindig, hiszen még nincs vége az én kis sétámnak, de lassacskán majd le fogom zárni ezt az egészet, hogy mikor és hol az majd kiderül. És akkor haladunk is tovább ebből a szép kis sétával itt a Tihanyi félszigeten. Ha gondoljátok, tartsatok velem a továbbiabban is. Köszönöm szépen! És akkor én folytatom is tovább a sétámat itt a Tihanyi félszigeten. Hát lányok és fiúk, akkor haladunk tovább. Közben egy jön szemből egy autó. Én mutatok nektek némi panorámát is, íme. Tudok nektek némi panorámát is, íme, ami így néz ki. Ugye én abból az irányból jövök, tehát én konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök. És akkor haladok tovább arra felé. Tehát erre felé folytatom tovább a sétámat itt a Tihanyi félszigeten. És akkor haladunk is tovább, lányok és fiúk. Tehát folytatom tovább az én kis sétámat itt a Tihanyi félszigeten tulajdonképpen. Így szeptember 24-én, pontos idő és dátum folyamatosan ugye ott látható a kijelző aljában természetesen, mert ott van tényleg a pontos idő és dátum folyamatosan.
És akkor haladunk is tovább ebben a sétával itt tulajdonképpen, itt a Tihanyi félszigeten. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor most egy kicsit elhallgatok. Na, jányok és fiúk, akkor egy kicsi hallgatás után folytatom is az én kis sétámat, és lassacskán le is zárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben a újabb sétálós videóban. Természetesen tartsatok velem majd egy következő videóban is. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Tartsatok velem majd egy következő videóban is, mivel hogy ezt a videót én itt és most pillanatokon belül le fogom zárni, és egyelőre meg fogom köszönni a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben a újabb sétálós videóban. Ha tetszett a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Én majd a továbbiakban arra felé fogok haladni, de ez majd egy következő videó témája lesz, mivel hogy ezt a videót én itt és most lezárom, és egyelőre megköszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben az újabb sétálós videóban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, tartsatok velem majd egy következő videóban is. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Tihanyból, sziasztok!